Fontos határidők, idei változások, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyre könnyebbé teszi a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos teendőket. A webes kitöltő felület segítségével szinte minden feladat elvégezhető. 2018-tól bővült a személyi jövedelemadó bevallás elkészítései lehetőségeinek tárháza az egyéni vállalkozók számára. Ettől az évtől már ők is használhatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal webes kitöltőjét. A NAV tavaly 4 millió magánszemély helyett töltötte ki az adóbevallást, idén a munkáltatók helyett is dolgozik. A bevallásokat legkönnyebben a hivatal tavaly debütált és innovációs díjat nyert webes kitöltő programjával készíthetik el. Az online számlázás bevezetése megteremti az ÁFA bevallás kiajánlásának a lehetőségét. Ez mintegy 500 000 vállalkozásnak jelentett könnyebbséget. A Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság fontos határidői közé tartozik az adó 1%-ok felajánlása is. Ehhez viszont kapcsolatba kell lépni a hivatallal, sok adózó azonban nem él ezzel a lehetőséggel. Szabolcs megyében is az adózók alig több mint fele nyilatkozik 1%-áról. Köszöntöm a stúdióban Magyar Norbertet, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferensét. Jó estét kívánok! Kezdjük, talán a legfontosabbal, a legesedékesebb határidőket gyorsan mondjuk el. Hát az első és a legfontosabb határidő ugye az egyéni vállalkozókra vonatkozik, akiknek a személyi jövedelemadó bevallásukat február 26-áig kell teljesíteniük. Ugye nekik elektronikus úton kell ezt a bevallási formát megtenni, illetve teljesíteni. Nagyon fontos, hogy az idei évtől már lehetőségük van a bevallás kitöltő program használatára is az egyéni vállalkozóknak, ugye korábban ezt nem tették meg. Ez a bevallás kitöltő program talán nagyobb segítséget nyújt, és esetlegesen mellőzheti a könyvelő közreműködését is az egyéni vállalkozók részére, hiszen minden fontos információt megtalálnak a bevallás kitöltő útmutatóban, illetve ez alapján, illetve a jövedelmük alapján ki is tudják tölteni a személyi jövedelemadó bevallásukat, és remélhetőleg elektronikusan be is tudják nyújtani hozzánk. Illetve fontos változás még, hogy az idei évtől az őstermelők, illetve az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek is megkapják március 15-ig azt a bevallási tervezetet, amelyet egyébként több mint 220 000 bevalló fogja megkapni itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ő részükre is egy nagyon nagy könnyebbséget jelent esetlegesen a bevallás kitöltő program használata, hiszen ugye az őstermelőknél figyelembe kell venni azt is, hogyha valakinek a jövedelme esetleg meghaladja a jogszabályban meghatározottakat, és ugye ott többletfizetési kötelezettség keletkezik, akkor az egyszerűsített bevallási tervezetnél ezt fel kell tüntetniük. Illetve az adózóknak még érdemes odafigyelni majd ennél a tervezetnél, amikor megkapják már az ügyfélkapun keresztül, hogy a családi kedvezményeket, a súlyos fogyatékosság után járó kedvezményeket tüntessék fel megfelelően, hogyha ezek nem szerepelnek ebben a tervezetben. Ugye a másik fontos határidő, illetve a legutolsó, az május 22-e lesz a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. Ugye itt a magánszemélyeket érinti elsősorban ez a határidő, és ez befizetési határidő is. Az 1%-kal kapcsolatban pedig ugye május 22-i határidő mérvadó, hiszen eddig tehetik meg akár a bevallástól függetlenül is a magánszemélyek a felajánlást, és nagyon fontos, hogy csak azok a magánszemélyek tudják ezt a felajánlást megtenni, akiknek egyébként bevallani való jövedelmük, adóköteles jövedelmük keletkezett. A vállalkozások az adójuk 1%-át a vállalkozáshoz kapcsolódó határidőn belül tudják megtenni? Természetesen rájuk a bevallási határidő, ugye az február 26-a, tehát nekik eddig az időpontig kell megtenni, illetve be is fizetni. Nagyon sok változás történt az adózási formákban az elmúlt időszakban. Miről tudunk beszámolni? Mennyire népszerűek ezek az új adózási formák a vállalkozók körében? Hát azt kell mondjuk, hogy a katás adózási forma egyre inkább népszerűbb, hiszen a kb. 23 000 egyéni vállalkozóból már 8500-an választották ezt az adózási formát. Ugye ennek az értékhatára volt az, amely az idei évtől felemelkedett 12 millió forintig. Nagyon fontos azonban figyelembe venni azt is, hogy 8 millió forint az ÁFA mentességnek a határa. Tehát, hogyha valaki e fölött jut éves jövedelemhez, akkor a 8 millió forintos értékhatárt figyelembe véve az ÁFA fizetésére már kötelezetté válik, illetve 12 millió forintos bevétel fölött is választhatja valaki a katás adónemet. Természetesen itt a 40%-os különbözetet meg kell fizetni külön adó formájában a 12 milliós forint értékhatár fölötti rész után.
Itt a katás adózóknak is ugye ugyanez a határidő áll a rendelkezésükre, tehát február 26-a, ameddig teljesíteni kell a bevallási kötelezettségüket. Talán nekik egy picikét könnyebb dolguk van, mint az egyéni vállalkozóknak, illetve az egyéni vállalkozóknak azok közül, akik az egyszerűsített vállalkozói adó nemet választották esetlegesen korábban, hiszen nekik ugye tételes járulékfizetési kötelezettségük van, minden hónap 12-éig meg kell ezt tenniük, tehát itt egy picit összegzettebb a befizetési kötelezettség. Hogyan változott az adózási morál az elmúlt években, így a változó adónemek mentén? Hát az adózási morálról ugye az ellenőrzési szakterületünk tudna beszámolni, pontosabban így a bevallásokból ezt nehezebben tudjuk leszűrni, azonban az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatják, hogy minden év adott időszakára vonatkozóan mindig van egy pici eltérés, hol javulást tapasztalunk, hol pedig egy pici romlást. A bevallási kötelezettségek teljesítése szempontjából az adózási morál egyébként megfelelően alakul, hiszen egyre többen teljesítik határidőbe, abból a szempontból, hogy ugye most már a Nemzeti Adó és Vámhivatal teljes mértékben egy kézbevallást nyújt az adózók rendelkezésére, és ezt a bevallást elektronikus úton akár módosítani is tudják, nagyon egyszerűen, hiszen ugye ha megkapták az M30-as nyomtatványokat a munkáltatóktól, amely tartalmazza a jövedelmüket, akkor ott az adott sorokat feltüntetve le tudják ellenőrizni a bevallás kitöltő program segítségével, hogy minden megfelelően szerepel rajta, valamint a esetlegesen hiányzó jövedelmet is még be tudják írni. Úgyhogy ebből a szempontból a morál azt kell, hogy mondjuk, hogy javul, de talán ez ennek a programnak is köszönhető. Mennyire jellemzőek a késlekedések, a késői befizetés vagy bevallás? Minden évben találkozunk olyan bevallásokkal, amelyek későn érkeznek fel. Ugye ezt el szoktam mondani, hogy minél hamarabb teljesítsék, hiszen valaki túlcsúszik az adott határidő, ugye jelenleg május 22-én, akkor még a feldolgozás folyamatban van, és ezt megteszi és ellenőrzése nem kerül sor, addig mulasztási bírságra nem számíthat. Azonban ez a feldolgozás már egyre gyorsabb, hiszen egy elkészített bevallásról beszélünk, ugye a bevallási tervezetek feldolgozása nagyon gyorsan meg tud történni abban a pillanatban, ahogy az ügyfélszolgálaton keresztül beérkezik, az ügyfélkapunk keresztül beérkezik az ügyfélszolgálatunkra ez a bevallás, és elfogadottnak minősítik, onnantól kezdve a feldolgozással pár pillanat alatt meg tud történni, hiszen a rendelkezésünkre álló kontrolladatok alapján ezt nagyon gyorsan meg tudjuk tenni. Magyar Norbert, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a megkeresést.